Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb Boomvloggal, ahol ismét a karácsonyi készülődés került a középpontba, ugyanis egy süti-sütő versenyt szerveztünk. A mai nap folyamán 3 darab 3 fős csapat fogja összemérni cukrász tudását, összesen 2 órájuk lesz a sütemények elkészítésére, amit egy kicsit nehezíteni fogunk különböző feladatokkal. Este pedig érkezik egy 3 fős szakmai zsűri, hogy értékelje a sütiket. És akkor érkezzen is az első csapat. Az első csapat a Dívák csapata, akik eredetileg 3 lányjal indultak, de nagyobb kihívásra vágytak, és az előítéletek leküzdése miatt egy fiút vettek be inkább harmadiknak. Reba otthonosan mozog a konyhában, és bátran áll a kihívások elé. Marcitól a sütésfőzés távol áll, de a mosogatógépet mesterien pakolja, és ha ételről van szó, nem válogat. Zorica a jobb napjain remek süteményeket süt, reméljük, hogy ez a mai napon is így fog történni. Szóval, Reba, mint csapatkapitány, légy szíves, meséld el nekünk, hogy mit fogtok ma sütni. Ma 3 fajta muffin fogunk készíteni, lesz egy csokis, lesz egy mézes kalácsos, és lesz egy fajas alvás. Most következik a második csapat, a Nagyi kedvencei. Dávid szakásnak tanult, mellette pedig szeret sütni is, úgyhogy neki ez hazai terep. A csapattársairól azt gondolja, hogy szobanövények lesznek ma. Ati közgazdásznak tanul, és szobanövényként nagyon jól kijönnek Danival, úgyhogy kíváncsiak, hogy hogy fog ma együtt menni ez a sütés. Dani szabadidejében szokott főzést kézni, de a sütésben még nem érzi magát annyira otthonosan, így egy újabb kihívás elé állította magát. Dani, mint csapatkapitány, meséld el, légy, hogy mit fogtok ma készíteni. Ma egy általunk kedvelt nagyon finom süteményt fogunk elkészíteni, mascarpone és sajtortát, erre egy gyümölcsös öntettel. Most pedig következik a 3. csapat, a Misi masinisták. Kata tud főzni, és azért ebbe a csapatba került, mert ez maradt, Petrát csak hívták, Arkály Levi pedig megkerülhetetlen félisten a testi éjszakában, és nem mellesleg még szingli is. Csapatkapitány, téged kérdeznélek, hogy mi fog ma készülni? Brownie fog készülni, megforradból. A receptet azt nagyjából én tudom fejből. Egyszerűen nem hiszem el. Elmondtam az, hogy úgy mentem bele az egészbe, hogy én vagyok a főnök. És akkor elkezd nekem feleselni. Hihetetlen. Én leszek majd a főnök. Én úgy gondoltam, én voltam az okosabb, engedtem. De csak olyan kivitelben, hogy a Katának a vezényleteit mondom ki hangosabban. Én Leventétől teljesen ki voltam borulva, meg a kóstoló ember is teleszem. Nem, mert odafélek az alakomra sajnos, szóval formában kell maradni, hogy bírja az ember az éjszakázást. Zori, te melyik fajta muffin csinálod a 3 közül? Én az almás fahéjasat. És miket teszel bele? Van benne bármi különleges hozzávaló? Alma és fahéj. Ez is nagyon karácsonyi ízű lesz akkor. Igen, ez volt a cél, hogy minél karácsonyi ízeket hozzunk össze. Marci, te melyik muffin csinálod a 3 közül? A mézes karácsosan. És miért pont ezt választottad? Igazából ez jutott rám, meg talán úgy gondoltak a lányok, hogy ez a legkönnyebb. De akkor, ha jól számoltam, rád maradt a csokis muffin. Miért ezt választottad? Hát azért, mert én ezt már sokszor készítettem, emiatt úgy gondoltam, hogy nyilván az a legjobb, ha én készítem el. Már bele! De az még nem olvad szerintem. Kicsit rá. De kimentom! Nem hiszem el, valaki köze nincs a főzéshez. Semmi baj. Azt csináld. Szerencsé, hogy van egy ember, aki rutinosan mozog a konyhában. Szerencse. Sokat segít ez megint. Csokit, nagyon jó gyerekek, főzni jó. Nem tudunk, de csoki finom. De krum aroma, hogy tényleg van meg. Ez finom. Yeah.
és el is pirultam. It is what it is. És van valami oka, hogy ezt kézzel csinálod, és nem a gépi haperővel? Jobban szeretem. Jobban szeretem kézzel verni ennyi az egyet. Érzem, hogy milyen, hogy csomó sem vagy nem. Nem lesz annyira levegős. Fontos, hogy már ilyen levegős? Nem. Csak most így érz. Most lesz egy kis nehezítés. Senki nem dolgozhat, csak a Marci, és a többiek pedig csak instruálhatják, hogy mit kell csinálnia. Jó magasra! Hát izgultam nagyon az elején, meg a végén is, amikor egyedül nekem kellett csak dolgozni, vagy én dolgozhattam csak egyedül. Jól csinálom! Jó, jó! Jó érzés volt, hogy így egyedül meg tudtam csinálni dolgokat, nyilván recept alapján, de hogy tényleg mindenki külön dolgozott, és nem nagyon kellett segítséget kérnem a többiektől. Na, bomba! Nagyon jó, jó, akkor mi ez így jó? Igen, az jó, elég. Szerintem Marci nagyon ügyes volt, bár kicsit megijedtem, mikor a tejszínhabot elkezdte durván keverni össze a kakaóporral és a porcukorral, de amúgy attól lett tök jó a fém, szóval az is jó volt. Nagyon jól látok, srácok, úgyhogy most egy kis nehezítést fogunk bevezetni. Csak a Dani csinálhatja a sütit. Dani, csak a Dani csinálhatja a sütit. És a többiek pedig csak instruálhatják, hogy mit csinálni, úgyhogy ezt tedd le, légy szíves. Dani, te is tedd le, és akkor hát hajrá! Nem éreztem, hogy nagy nyomás lenne rajtam. Nem volt olyan nehéz ez a feladat. Úgy érzem, hogy megbírkoztam vele. Hát a csapattól egyébként az a vélemény, hogy a lányok hát magukhoz képest ügyesek voltak, de nyilván nekem kell mindent csinálni. Jó, hogy mondjuk álmosogatnak, takarítatnak. Aztán tudta kevergetni a csokit. Szóval én meg vagyok velük elégedve, egy 10 per 6 és felett, gyenge 6 és felett azt hozta. Egyébként a Petrában nagyon büszke voltam, nagyon ügyes volt. Most feloldjuk azt a szabályt, és akkor Dani dolgozhat, mindenki dolgozhat, viszont csak a jobb kezük el, szóval a balt is hátra. Hú, álljegyek, sögét! Yes. Az átöntéshez, hogy forra, akkor sem használhatunk két kezet? Nem. Itt az enyém. Ketten csináljátok. De hogy csináljuk ketten? Megoldja, ügyes fiú. Nem szeretném kivenni most. Megmégesd magad. Azt ott a harmadik kéz. Nagyon szépen összedolgoznak a srácok, így egy kézzel. Ilyen minél tavaly. Velem nem megy, de minden másról. És már be is görcsöltök ebbi a fiatalon. Kóla. After. Várj, ez kéne valamilyen izé. Erre nem lehet. De szívállom. Szerintem. Most kiderül. Eléggé szomorúan érintett, hogy nem volt még egy haverő, amit le tudtam volna nyalni, de úgy gondolom. Hát az első Red Bull után szobanövényből újságú növényben mentem át, utána már
nem okozott gondot egy csoki öntől sem. Először úgy gondoltam, hogy kínai szenvedés lesz az egész, de aztán szerencsére jól vették az akadályokat. Mivel ilyen ügyesen dolgoztatok össze, ezért most már használhatjátok az most összes kezdeteket. Most már tudom, de most már nem kell mindkét közül. Így összességében örülök a csapatmunkának, örülök a csapatnak. Nagy kedvenc helye a legjobb. Nyerni fogunk. Kinézettel még akadnak problémák, de szerintem ezt orvosolni fogjuk majd a tárolással. De a tízre meg iszonyat bomba. Készeztek? Mindent eltudott pakolni időre? Persze. Nem igazán figyeltem, hogy mennyi idő van hátra, és így a végén kicsit kapkodni kellett. Elkészült mind a három csapat, és most lesz egy kis idejük, hogy tálalják a sütiket, aztán pedig a zsűri értékelni fogja. Minden csapat szembesült néhány nehézséggel, már nem sok idejük maradt. És mi a terv, hogy fogjátok megvallani azt, hogy folyik szét a tortát? Nem. Az sehogy. Már csak 8 percetek van összerakni. Megérkezett a háromfős szakmai zsűri, kassai sütievésben díjnyertes, Baranyó szokott sütni, és éppen ezért nagyon kíváncsi, hogy a többiek mit alkottak, Áron pedig az amatőr oldalt képviseli. És összesen fejenként 20 pontot tudtok majd adni egy-egy csapatnak, 10 pont az íz, 5 pont a tálalás, és még egyszer 5 pontot kaphat maga a kinézet. Az első adag süti, az háromféle muffin, van egy csokis nutellás, egy mézes kalácsos és egy almás fahéjas. Mindegyik szépen megsült, ahogy látom nem ragadt a papír, sőt, ez egy szépen elkészített tányér volt. Erre az esetre nincs kontakt. Nekem az tetszett nagyon, hogy nagyon puha volt a tészta. Nekem azt tetszik, amit a Szabi is kiemelt, hogy ez a tányér picit olyan volt, mintha mamánál lennék karácsonykor. Szóval így összesen a 20 pontból 18 pontot adok az első sütire. Én összesen 19 pontot adtam. 20-ból 18-at adnék az első sütire. A második egy mascarpone és sajtorta, ami csoki öntettel és piros gyümölcs szósszal van tálalva. Tényleg ez szerintem nagyon jó lett. Tehát, hogy így összességben nagyon finom. Nagyon király, hogy ugye a első két réteg az édeskés, és a tetején az a gyümölcs savanykás. Őszintén nekem az alsó része a tészta maga az, ami nem ízlett. De amit a többiek nem említettek, a csoki szósz az nagyon jó. Így összesen, ha jól számolom, akkor 17 pontot adnék a 20 pontból. A pontozásnál viszont nem akartam annyira szőrös szívű lenni, így karácsonykor, úgyhogy így összességében 15 pontot adtam. Én abszolút mértékben kinézetre is, ízre is, és tálalásra is maximumot adtam, úgyhogy ez nekem 20/20. Végül, de nem utolsó sorban, egy mangós, pillecukros, csoki öntetes brownie és mangós forrantpor. Íz nagyon király. Tök jó maga a mangó is, meg a csoki krém is, a tejszínhab, tök jó ilyen kicsi krémességet adott az egésznek. A forrában az nagyon jó. Az nagyon látom. Jó. Itt a harmadik süti esetében is ugyanúgy 18 pontot adok a 20-ból. Ahogy mondtam, ízben meg mindenben ez volt a kedvenc süteményem, így ez a pontokban is meg fog látszani, úgyhogy összesen 20 maximális ponttal jutalmaztam ezt a csapatot. Ebből ez egy összesen akkor 19 pontot adok erre a sütire.
Most akkor szeretném, hogyha megtippelnétek, hogy melyik csapat melyik sütit csinálta. A középső csapathoz nincs sok pozitív reményem. Szóval szerintem a középső csapat a mascarpone és gyümölcsös süti lesz a srácoké. Igen, ezt támogatom ezt meg. A muffinosat, azt a Rebáék csinálták. Igen, szerintem is. Én azért megmondom őszintén, mert a Levi-ben nem érzek annyi, hogy én három különböző sütit megcsinálom. Leonid pedig a, hát, fájó kimondani, de a Levente csapata. Így van. Eltaláltátok az összeset, úgyhogy akkor el is mondanám az eredményt. Kis dobbergés szeretném. A harmadik helyezett az a Nagyi kedvencei csapat, tehát a Sajtorta, 52 ponttal. És akkor az a kérdés, hogy a divák nyertek-e, vagy a Misi masinisták? És jöhet megint a dobpergés. A 2021-es boomos karácsonyi készülődős sütisütős vlog nyertese a Misi masinisták, a Brownia! Gratulálok! Jó, várjatok egy kicsit, azért azt szeretném elmondani, hogy 57 pontot értetek el, és ne feledkezzünk meg a második helyezetről, a divákról, akik pedig 55 pontot szereztek. Akkor ezennel köszönjük a zsűrinek, hogy itt voltatok, és hogy ilyen profin értékeltétek a sütiket. És gratulálunk az első helyezetnek, de többiek se csüggedjenek, mert hamarosan a Madame-ban két hajóra mindenki a vendégünk, amit együtt el tudunk majd fogyasztani. Nagyon meglepődtem, hogy a harmadik csapata nyert, ezt én igen tudom, hogy így hozták össze, de jó, innen is gratulálok nekik. Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk, hatalmas élmény volt, jövőre elsőként fogunk végezni. Győztünk. Nyilván. Elérkeztünk a nap végéhez, nagyon hosszú volt, de nagyon finom sütiket kóstolhattunk, és végre egy kis időt tudtunk együtt tölteni. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve kövessetek minket Instán és TikTokon is. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, én Luca voltam, mindenkinek kellemes karácsonyt kívánunk.